Látom a srácokon, hogy nagyon-nagyon boldogok, és a kemény munka mellett azért nagyon örülnek annak, hogy egyre jobban ők a figyelem központjában vannak. Egy kicsit meglepett, hogy ennyi ember találok itt, ugye itt van Hajas László is, ki egy elég világhírű fodrász. Igazából ő is nagyon meglepett, hogy itt találtam, de örülök, hogy ennyien vannak a csapat mellett. Meglepődtünk, mikor bejöttünk. Az újságban is egyre többet lehet hallani, és hát mikor bejöttem, azt hittem valami sajtótájékoztató lesz, vagy nem is tudom. Ugye ezek a programok is szerintem segítik és tudatosítják bennük, hogy igenis itt hamarosan egy nagyon-nagyon fontos feladat vár rájuk, hogy július 19-én este 7 órakor a Szusza Ferenc stadionban ott kell megmutatni, hogy igenis mire képes a csapatunk. I love you so, hey, that's what you say, you tell me baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, I never stay, so every girl that I meet, yeah, this is what I say. Kezdtünk a 0. héttel Esztergomba, ami inkább a fizikális részét illeti, és aztán most már ilyen labdaelvonási tünetük volt a srácoknak. Fáradtunk. Szerintem más eszközökkel dolgoztunk, de jó volt. Élvezetesebb volt a miénk. Olyan gyakorlatok vannak, amik újak, és élvezetet csináljuk. Nagyon jó volt ugye hangulatban, meg azért egy alapálló képességet ugye megkaptunk, meg olyan feladatokat csináltunk, amivel tényleg az erőnket fejlesztettük. Tovább folytatjuk a fizikális terhelést, de most már kombináljuk azoknak az eszközöknek a használatot, amit már elkezdtünk már itt február vége óta. Itt a TRX-ek, a különböző minibendek, a hengerek használatát, és hogy tudjuk ide ezekbe a gyakorlatokba beletenni a labdás feladatokat is. Nagy dolog, hogy az MLS-nek köszönhetően kint tudtam lenni, megfigyelni az osztrák csapatot. Milyen szerencsénk volt, hogy pont abban azon a csoporton voltam, ami ugye az ellenfelünk lett. Illetve az instat jó voltából ki tudjuk elemezni abszolút az ellenfeleinknek a játékát, és ezeket az elemzéseket föl tudjuk használni, hogy milyen edzésgyakorlatokra van szükség ahhoz, hogy ott nagyon-nagyon jól működjön majd a játékunk. Persze a nagy trükkök már nincsenek, de mégis azt hiszem, hogy ezek fontos gyakorlások, ha még esetleg tudnak is róla. Nagyon hiányzol, Eszti, nagyon-nagyon hiányzol, de mindig megyek haza, és kérlek szépen, várj meg mindig, jó?